Nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen sokan vagyunk ebben a képtárban. Azért nem mindig szokott ilyen népes közönség összegyűlni, és ebből látszik azt, hogy hozzánk kötődő alkotó kiállítását tekinthetjük meg. Ritter János a 3 éve elhunyt paksi alkotó életmű kiállítását a Paksi Képtárban eddig soha nem látott érdeklődés közepette nyitották meg. Paks művészeti életének meghatározó, emblematikus alakja volt Ritter János, aki 1980-tól töretlenül munkálkodott a kortárs képzőművészet elfogadtatásáért a városban. A képzőművész egy életen át kötődött a Paksi Képtárhoz és a Paksi Fiatal Alkotók köréhez, melynek alapító tagja is volt. A Paksi Vizuális Kísérleti Alkotóterep munkájában is részt vett a kezdetektől. Az idén 29 éves Paksi Képzőművészeti Iskolát együttműködtették feleségével, Takács Évával, aki évek óta készül erre a kiállításra, és most egy katalógus is megjelent a keze nyomán. Ez egy 3 éves történet, én úgy gondoltam, hogy Ritter János életművét be kell mutatni, és össze kell szedni a nagy közönség számára is, hogy ez megmaradjon így egységében, és úgy döntöttem, hogy az összes képét összeszedem, és itt a képtárban egy kiállítást szervezek neki, és miközben ez a gondolat volt az első gondolat, úgy döntöttem, hogy egy katalógus is jó lenne, hogyha készítenénk hozzá. Nagyon sok barátnak a munkája van ebben a két dologban, a kiállításban és a katalógusban, hiszen a fotóstól kezdve, aki a festményeket befotózta a katalógus számára, vagy aki a grafikai munkát készítette el, vagy aki a fordítást, vagy a szövegek korrektúráját, mind-mind barátok, akik szerették Jánost, és úgy gondolják ők is, hogy szívesen részt vettek egy olyan munkában, ami az ő életművét feldolgozza. Tehát így jött létre ez a kiállítás, és van hozzá egy csodálatosan szép katalógus is. Ő a képzőművészettel 18 éves kora óta foglalkozott, és mindig visszatért az életébe az alkotás, hogyha nem képeket, szobrokat vagy fotókat készített, akkor pedig kreatív alkotó munkát végzett a hétköznapokban. Tehát minden egyes feladathoz ő alkotó módon állt hozzá, és volt olyan, amikor a képzőművészet volt a hangsúlyosabb, volt, mikor a dizájneri munka, amikor tárgyakat tervezett, vagy reklámgrafikákat készített, logókat, ezeket színesítette a várost, vagy éppen pedagógusként dolgozott, és sok-sok fiatal nőtt fel a keze alatt a rajzok körökben. A kiállítást Aknai Katalin művészettörténész nyitotta meg, aki Ritter Jánost régóta ismeri, de mint mondja, nem olyan régóta, mint a kiállítás megnyitón megjelentek. Az 1990-es évek óta követte az 56 évesen elhunyt alkotó munkásságát. Az 1990-es évek elején itt működött ugye a Paksi Vizuális Alkotótelep, amelynek Hopp Halász Károly volt a vezetője. Ez egy olyan magnetikus erőtér volt, ami nagyon sok embert felszívott, hogy úgy mondjam, Paks intellektuális közegét, de másokat is, mert az oktatóprogramban, a gyerekekkel való foglalkozásban ennél egy sokkal nagyobb kör, mondhatni az egész város, mondjuk így, most egy kicsit nagyzolva, érintve volt. Károly ahhoz is értett, hogy hogy lehet bizonyos embereket itt megkötni, például a művészettörténész hallgatókat. És miután a Hopp Halász Károlyt meg még régebbről ismertem, így aztán egy különös társaság találkozott itt össze ezekben a mondhatom paradicsomi években, amikor működött a képtár, még az Erzsébet szállóhelyén, és erre biztos sokan emlékeznek. Működött az alkotótelep, katalógusokat adtunk ki, beszélgetéseket folytattunk, vendégeket hívtunk, egészen egyszerűen úgy is mondhatnám, hogy boldogok voltunk. Sokféle kanyart vett ez a képtár élete is, és az alkotótelep élete is. Egy biztos, hogy Ritter János végig ott volt, hol a felszínen, hol csak azzal a masszív energiával, amire csak később jöttem rá, ami őt működtette, segített a képtárnak bizonyos nehéz időszakokban túlélni. Ritter János alkotásaiból, akinek egyik kedvenc helye az Ürgemező volt és a Duna, eképpen beszélt a művészettörténész. És az összecsúsztatott önarcképeken, az önvizsgálat bizonyos stációin, ahol az arc egyszer csak megszűnik arc lenni, és mindenféle szemek, szájak, homlokok interferenciájában feltáruló táj lesz, belső táj lesz. Olyan, mint ahogy itt a végén, vagy ahogy itt visszakanyarodik a fekete képeknél, csak éppen más médiumú, de ugyanaz a figyelem, ugyanaz az akkurácia jellemzi
az önarcképeket is, mint ezeket a belső tájakat. János érdeklődése azt hiszem nagyon szerteágazó volt. És hát nem beszéltem még a Dunáról, ami folyton itt van, ami történetek, családi történetek, barátságok, helyszíne, katalizátora, és ami olyan mélyenben van ezekben a képekben is. Ha a tájképeket nézzük, amelynek sok tájképi ihletés van, azt is látjuk, hogy ugyanaz az önvizsgálat, ami az önarcképeknél látható volt, hogyan úszik át a tájakra. Hogyan válik az az elemző munka a táj felaprózódásává is, egyfajta modellé, amit ő aztán nagy gyorsan valami mássá is tud alakítani. Ritter János életmű kiállítása április végéig látható a Paksi Képtárban.